celebrate the 25th anniversary of our company. The journey started 25 years ago in a dark pub in the center of Mechelen in Belgium. Dirk and myself, we shared the dream to start our own company. And the Belgian beer gave us the courage to start this project. Kedves kollégák, kedves vendégeink! A mai napon ünnepeljük cégünk fennállásának 25. évfordulóját. A közös út 25 évvel ezelőtt kezdődött a belgiumi Mechelen központjának egyik sötét kocsmájában. Dirk és én egy közös cég alapítását álmodtuk meg, melynek megvalósításához a közismerten erős belga sörök bátorságot adtak nekünk. In 1991, I came to Hungary with nothing more than this courage. And I was lucky to meet the right people at the right time with the right spirit. I want to thank all the people that contributed to the successful company we are today. Amikor 1991-ben először Magyarországra érkeztem, nem volt más nálam, mint ez a bátorság. De szerencsémre a megfelelő időben, a megfelelő személyiségű emberekkel találkoztam. Most köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki hozzájárult a mára sikeressé vált cégünk létrehozásában. És úgy gondolom, ez a megfelelő pillanat megemlékezni mindazon kollégáinkról, akik már nincsenek közöttünk. And we do have something to celebrate. In 25 years we build a company that generates a yearly turnover of more than 20 million euro. More than 300 families in Europe and India depend on our operation for their daily income. More than 10,000 customers place orders with us every year, and we target to process 100,000 orders this year. And all of this in an industry in crisis, where the majority of the companies from 25 years ago do not exist anymore. This proves the success of our strategy, the quality and dedication of our teams, and the flexibility of our organization. És van mit ünnepelnünk. A 25 év alatt felépítettünk egy céget, melynek az árbevétele napjainkban meghaladja a 20 millió eurót. Európában és Indiában több mint 300 család napi bevétele függ a munkánktól. Több mint 10 000 vevő rendel nálunk évről évre, és ebben az évben a rendelések száma át fogja lépni a 100 000-et. És mindezt egy ipari válság alatt értük el. Amikor is a cégek többsége a 25 év elteltével már nem is létezik. Ez bizonyítja stratégiánk sikerességét, csapatunk minőségét és szervezetünk rugalmasságát. We are ready to continue our journey and explore further opportunities in the future. To remember this 25th anniversary milestone, we have cut our name in the stone of a CNC drilling machine that served us 25 years long and was only recently taken out of production. Készek vagyunk az út folytatására és újabb lehetőségek felfedezésére a jövőben is. Extra helyet hoztunk létre a bővüléshez, hogy ezzel vevőinket még szélesebb palettán tudjuk kiszolgálni, beleértve a nyomtatott áramkörű tervezését és azok beültetését. És hogy mindig emlékezzünk a 25 éves mérföldkőre, az egyik CNC marógépünk kövébe véstük most nevünket, mely 25 évig szolgált minket, és csak a közelmúltban vettük ki a termelésből. Now it's time to unveil the result, and it's also time to toast on 25 years of Eurocircuits, and many more years to follow. Ideje leleplezni az eredményt, és ideje kocintanunk az Eurocircuits 25 évére, melyet még sok másik fog követni. Cheers! Cheers! Woo!
este másik feladata a mögöttünk álló új épület átadása. Évek óta érezzük a magyarországi telephelyünk bővítésének szükségességét. Végül is aztán 2013-ban megszületett a döntést, belevágunk a projektbe. A hely kiválasztását, a tervezést és engedélyeztetést követően tavaly nyáron kötöttünk kiviteli szerződést az aktuál BAU Kft-vel, aki már 2004-ben a mögöttetek lévő épületnek is a kivitelezője volt. 2015. júliusában kezdődött el az építkezés, és ez év március végére fejeződött be. The building has three floors with a total surface of 2,000 square meters. Like our main building, is it built on a rather steep slope. Around 7,000 cubic meter of soil was dug out. To give you an idea, that's more than 10,000 tons. It's between 500 and 600 trucks that were dug out. The basement is a solid concrete construction with brick walls and thermal insulation on the outside. The basement is 890 square meter large and serves as stock mechanical assembly area for our equipment, the server room, technical installation, and the social rooms for the males. The upper level is a metal construction with insulated panels, also 890 square meter large. It serves as pick and place area, office, kitchen, and social area for the women. Operating between the two floors is a 600 kilogram strong elevator. On the second floor, there are offices and a lab for our development team. The entire building is managed by a building management system that takes control of the fire detection, the access control, the camera system, the heating, cooling, the energy management, and so on. Az épület háromszintes és közel 2000 négyzetméter alapterületű. Hasonlóan a főépületünkhöz ezt is hegyoldalba építettük. Emiatt körülbelül 7000 köbméter földet kellett megmozgatnunk. Az alaksor téglafal kitöltésű vasbeton szerkezet homlokzati szigeteléssel. Itt raktárat, mechanikai összeszerelő műhelyt, ahol az általunk fejlesztett eszközöket fogjuk összeszerelni, szerverhelyiséget, légkezelőhelyiséget, férfi szociális blokkot alakítottunk ki. A földszint acélvász szerkezetű, szendvics panelekkel borított szerkezet. Terveink szerint itt az alkatrész beültetés folyik majd egy alkatrész raktárral kiegészülve. Női szociális blokk, konyha, kazánház található még ezen a szinten. A két szint közötti anyagmozgatás mozgatáshoz lift került kiépítésre, az emeleten pedig fejlesztő iroda és labor létesül 150 négyzetméteren, melyben a meglévő épületből költöznek át kollégáink. A teljes épület légfűtéssel és hűtéssel ellátott, épületfelületi rendszeren keresztül szabályozható, melynek része tűzjelző, videómegfigyelő és beléptető rendszer is. Finally, we want to thank the people and companies that helped us to realize this new building project. As a sign of our gratitude, we prepared a small present for them. Most pedig szeretnék megköszönni a projekt megvalósításában szerepet vállaló vendégeinknek és cégeiknek az elvégzett munkájukat. Köszönetünk jeleként kérem, fogadják szeretettel kis ajándékunkat. Megkérem azokat, akiket szólítok, fáradjanak és vegyék át az ajándékukat. Felsőtárkány képviseletében kérem polgármester urat, dr. Juhász Attila Simont, the major of Felsőtárkány. Hegyiné Kertész Zsuzsanna, Felsőtárkány jegyzője, the notary of the village. Gyarmati Csaba, aki az épületnek a tervezője, the architect of the building, Csaba Gyarmati. Thanks.
A kivitelező oldaláról Hársfalvi Péter, Kincses György és Farkas Zsolt. Kivitelezés ellenérdekű oldaláról kérem szépen a Műszaki Ellenőrök Társaságát, Kisori Jánost, Erdélyi Sándort és Kelemen Imrét. Inspectors. És pályázatőrainkat, Kati Érint és Halász Károlyt szólítom meg. And I think we forgot somebody, because the guy who kept it all together and who made it possible, who did all the, let's say, the final management of the whole thing, is the one standing here next to me. So we want to give a special thank to our friend Gábor for doing such a great job, not only today for this building, but already for many, many years. Let's have an applause for our managing director, Gábor Wachter.